Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Folytatom a József történetét, már két alkalommal beszéltünk Józsefről, hogy eladták a testvérei, aztán egy dúsgazdag ember szolgája lett Egyiptomban, Potifárnak a szolgája, és innen folytatom a történetet. Ez a Mózes első könyvében található, a 37. rész, 19. verstől a 23-ig. Majd ti ezt otthon elolvassátok a szüleitekkel együtt, és még gondolkozzatok rajta. Ott fejeztem be a múlt alkalommal, ha még emlékszetek rá, hogy Józsefet ártatlanul a börtönbe vetették. Ez nagyon szomorú dolog volt az életében, ugyanis Potifárnak, ennek a gazdag embernek a felesége valahogy meg akarta őt környékezni és megnyerni magának minden tekintetben, és hogy végül, mivel hát József tiszta szívű fiú volt, minden rosszra nem volt kapható, ezért megharagudott rá Potifár úrnak a felesége, és panaszkodott a férjére, hogy ez mégis szörnyű, amit ez a héber fiú, akinek olyan sok testvére van, még van otthon, vagy 11 testvére, na hát ez a fiú, hát ez nagyon sok rosszat csinált, nem tűröm, férjem, uram, tegyen valamit, zárassa börtönbe, látni se akarom ezt a Józsefet. Potifár aztán megdühödött, hogy kicsoda, micsoda és hogy viselkedik ez a József, és az ő szava tekintély volt, azonnal börtönbe vitték. El tudjátok képzelni, ugye, hogy Józsefnek mennyire fájt az, hogy rosszakat mondanak róla, hullottak a könnyei, nem voltak, és megvigasztalja őt, lehet, hogy ha ti ott jártatok volna, akkor megkérdeztétek volna, hogy mi van József, hogy vagy, valami bajod van, segítsünk neked. Nem volt senki, aki megvigasztalja, megkérdezze őt, és mégis kiderült később, hogy ő neki volt vigasztalója. Ha sírt is, de Isten megvigasztalta, lehajolt hozzá, és a szívéhez szólt, és megvigasztalta. Potifár azt mondta, na, álljanak elő a vitézek, két őr, és vigyék ezt a hitvány srácot a börtönbe. Rácsok mögé kell kerülnie. És hát a kis rácsos ablak mögül próbált kinézni, de hát nemigen látott semmit, mert eléggé szorosan voltak ott az épületek, csak egy kopott falat látott szegény József a rács mögül, és nagyon hiányzott neki az a kis hely, ahol laktak, az a város, ahol nevelkedett az édesapja, és hát eszébe jutott, hogy hát bizony ő korán elvesztette az édesanyját, és hogy anya nélkül nőtt fel, és most minden rászakadt. Visszaemlékezett arra, hogy milyen jó volt, amikor az apukájával együtt volt, mert igazán azt szerette őt, csináltatott neki szép ruhát, ünnepi ruhát, olyat, ami
senkinek másnak nem volt ott a faluban vagy a környéken, és hát örömmel viselte ezt a szép ruhát, és dicsekedett is a gyerekeknek. Ez a József, tudjátok, egy kedves gyerek volt, tiszta szívű volt, és ez a Potifár minden meghallgatás nélkül meg se hallgatta Józsefet, hogy igaz-e az a rágalom, amit mondanak rá, börtönbe záratta. És olyan gonosz volt ez a Potifár, hogy a király foglyai közzé záratta ezt a fiatal fiút, a leggonoszabb emberek közé, a legnagyobb bűnözők közé, a legravaszabb tolvajok közé záratta, a csalók közé záratta őt. Potifár így akart bosszút állni Józsefen, hogy na majd, gondolta, hogy ott jól megverik, hogy soha többé nem fog az eszébe jutni ennek a fiatal embernek az, hogy egy nagy, magas rangú ember feleségével kikezdjen. Pedig Józsefnek esze ágába se volt, hogy kikezdjen Potifár feleségével. Hát nem olyan fiú volt ő. Ő tiszta szívű fiú volt. És hát nagyon nehéz volt Józsefnek ez a helyzete. Ő hívő fiú volt, szerette Istent. Ő is elmondhatta ezt a mondatot, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. Ő Isten gyermeke volt, ez jellemezte őt, hogy meg tudott bocsátani. A testvérei, akik eladták őt, és egy könnyet sem hulladtak érte, hogy azoknak is meg tudott bocsátani. És hát ott van ez a fiatal ember a börtönbe, egy olyan komor képű, bajuszos, szakálas börtönőr bácsi járt ott a kulcsokkal a folyóson, és hát sokszor kinézegetett az ablakon József, hogy lesz, mint lesz az ő élete, mikor fog megszabadulni. Aztán szóba állt vele a börtönőr. És a börtönőr valahogy bízott Józsefbe, és feladatot adott neki, hogy gyere, most fel itt a börtönnek a folyósóját, szépen vizes ruhával törült fel, és aztán szellőztessél, hogy megszáradjon, meg aztán menjél be a rabok szobájába, és tedd rendbe a szobájukat, hogyha nagyon rendetlen, vagy segíts a szakácsnak egy kis házi munkában, és hogy a börtönőr azt vette észre, hogy ez a József alkalmas mindenre. Minden panasz nélkül megcsinál. Felmosta a folyósót, segített a szakácsoknak a főzésben, a sütésben, mindenben ott volt, ha azt mondták, hogy csináld ezt, hozd ezt, akkor ő ugrott. Szófogadó fiú volt. Ha azt mondták, hogy menj, akkor ment. Ha azt mondták, hogy most itt ülnöd kell és várnod kell, akkor ő képes volt várni. Nem ugrabugrált, nem méltatlankodott, nem dohogott. Tehát József barátságba került a börtönőrrel. A börtönőr megkedvelte őt, mert nem hanyagul viselkedett, mindent a tőle telhető módon a legjobban végezte el. Azért volt József ilyen, azért különbözött József
a többi rabtól, a betörőktől, a csalóktól, a szélhámosoktól, a királyi ember tisztartói közül, a sikasszó közül, azért különbözött azoktól, az emberektől, mert ő hívő fiú volt, és az Úr Józseffel volt, és hogy ez egy nagy titok, gyerekek, hogy az Úr velünk van. Nem látjuk a szemünkkel, de a fizikai fülünkkel se halljuk Istennek a mozdulásait, a szavát, de Isten mindent lát, Isten mindent hall, Isten mindent tud, Isten mindent érez, és hogy ez az Isten láthatatlanul ott volt Józseffel, és megmutatta a szeretetét József iránt. Józsefnek tetszett, hogy a börtönőr hit neki, és hogy megértette, hogy van egy ember itt ebben a szomorú épületben, aki őt megérti. Ugye te is boldog vagy akkor, amikor apukád és anyukád szeret téged, amikor hisznek neked, és komolyan veszik, amit mondasz. És hogy Józsefnek egy ilyen pótapukája lett ez a börtönőr, kölcsönösen szerették egymást, és kedvelték egymást. Néha a börtönőr vett neki egy fagyit, na edd meg, nyalgasd el, ugye finom, és hát nagyon, nagyon kedves barátságban voltak. Aztán szeretném elmondani azt is nektek, hogy nehogy azt gondoljátok ám, hogy József egy gyenge fiúcska volt. Volt ereje bőven, bőven. Gondolom, hogy nem őt kértek meg a börtönbe, hogy ő legyen a főszakács. Nem a legnehezebb munkákat bízták rá, de hát ahhoz is nagyon sok erő kellett, hogy a reggelit elkészíteni a raboknak, sok rab volt ott, hogy az ebédet elkészíteni tányérokba, és odavinni, bekopogtatni a cellákba, és hogy beadni a raboknak az ennivalóját, és hogy kiosztotta a foglyok között mindig az ennivalót, vizet vitt nekik, hogy ne szomjazzanak, és hogyha egyéb más takarítást kellett a foglyok szobájába végezni, akkor József elvégezte. Megdöbbentette az engem, hogy ezek a nagy, kemény emberek, ezek a nagy verekedők, ezek végül is nem bántották Józsefet, ahogy Potifár elképzelte, hogy na majd betörik a fiúcskát ezek a kemény emberek. Nem, ők is megszerették valahogy ezt a gyereket. És milyen jó dolog, azt tudjátok, hogyha szeretnek bennünket az emberek, hogyha mosolyogva néznek ránk, és mi is vissza tudunk mosolyogni őrájuk, szerették őt, és megmondom, hogy miért szerették ezek a rabok. Mert mindenkinek egyformán adott enni. Nem úgy volt, hogy ellopott volna magának az ennivalójukból, és jól lakott volna, és adott volna valami kis morzsalékot a foglyoknak, hanem mindig igazságosan mindenkinek, ami járt, azt odaadta vizet, és nem adott egy pohárral se kevesebb vizet, amennyi kellett, odaadta, és hogy ő tényleg egy nagyon kedves gyerek volt. Már a foglyok sokszor várták,
hallgatták, amikor a cipőkopogás hallatszott, hogy József jön, jó volna vele találkozni, elmondani neki egy pár dolgot, elmondani a bánatunkat, elmondani az örömünket, elmondani neki, hogy mit álmodtunk. Olyan jó volna Józseffel beszélgetni. József egy különleges ember volt, Isten embere volt, és Isten sok szeretettel lehajult hozzá. A foglyok várták őt, és mindig volt valami kedves szava Józsefnek, és hogy megvigasztalta a foglyokat, mert bizony, tudjátok, hosszú évekig bezárva lenni, börtönbe lenni, ahol csak egy gyertya mellett világítottak este a sötétben, és hogy az egerek, a patkányok ott futkároztak a cellában, hát ez nem olyan jó dolog volt. Ti mit gondoltok Józsefről? Miért került ő a börtönbe? Szerintetek megérdemelte József azt, hogy börtönbe zárják? Rossz volt? Rossz fiú volt? Engedetlen volt? Valami rossz dolgot csinált, hogy őt börtönbe zárták? Szeretném tudni, hogy mi a véleményetek. Én elmondom a véleményemet. József nem azért került a börtönbe, mert rossz volt, hanem azért, mert utálta valaki. Utálta valaki, és elhatott a keze odáig, hogy akit utált, az börtönbe zártak a kérésére, és ez az a szörnyeteg Potifárné volt, aki azt mondta, hogy zárják börtönbe, hadd sorvadjon, hadd menjen tönkre ez a gyerek ott. És hogy milyen lehetett ez a József? József imádkozó fiú volt, neki is volt egy cellája, és abban a cellában nagyon sokat imádkozott. Segítségül hívta az Urat, hogy Uram, jöjj, és láss meg engem, adj erőt nekem, tisztítsd meg az én szívemet, és szabadíts ki engem innen ebből a börtönből. Imádkozott a fogolytársaiért, hogy azok is higgyenek Istenben, hogy legyenek más emberré, és hogy Isten biztosan, hogy meghallgatta Józsefnek az imádságát. Te szoktál-e egyedül imádkozni? Vagy csak azért imádkozol, mert rád szólnak, hogy mondd el, fiam, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem? Vagy te személyesen is vágysz a szívedben Isten után, mert érzed, hogy Isten valóság, és hogy Isten szeretet? Egyedül imádkozott, és betöltötte azt a kis cellát, Isten jelenléte, és ez elég volt Józsefnek. Szoktál-e te így imádkozni? És olyan jó az Úrral együtt lenni. Végül még csak egy pár szót, hogy József sokat beszélgetett a börtönőrrel, és a börtönőr rengeteg sok bűnözővel találkozott, sok baja volt foglyokkal. Néha még lázadás is történt a börtönben, és hogy futott a börtönőr segítségért, mert nem bírt az emberekkel. És hogy csodálkozott, hogy miért ilyen ez a József, hogy mennyire más ez, mennyire másképpen gondolkodik. Észrevette a börtönőr, hogy József szívében az Úr lakozik. És gyerekek, ez milyen nagy dolog, amikor mások észreveszik, hogy a mi szívünkben is az Úr ott lakozik.
hogy nem azért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, mert hát meghunyászkodunk, mert ilyen a természetünk, hanem azért vagyunk mások, mert Jézus Krisztus a szívünkben lakozik. Jó volna, hogyha mi rajtunk is sokan észrevennék, hogy az Úr lakozik a szívünkben, hogy azért vagyunk más emberek, mert Krisztus megváltott minket.